Mai híradónk extra tartalma következik. Maradjanak velünk! A Dériné második emeleti nagy dísztermében vagyunk. Kunné Nánási Mónikával beszélgetek a felújítási munkálatokról. Mit is takar pontosan ez a felújítás? Az elmúlt hónapokban, a nyár folyamán sikerült az elektromos hálózatai kiépítését egy picit felújítani, karbantartása megtörtént, illetve ezt követően a terem egy új festésen esett keresztül, úgyhogy teljes felújítása valósult meg, és jelen pillanatban zajlanak a beszerzések még, hiszen szeretnénk, hogyha a fényáteresztő függönyeink is lecserélésre kerülhetnének, illetve új karnisok fognak felkerülni ebbe a szép nagy terembe, és szeretnénk a színpadunkat is megújítani. Mikor kezdődtek a felújítási munkálatok? Augusztus elején érkeztek meg hozzánk először a villanyszerelők, és ők kezdték meg a munkálatokat, hiszen az elektromos hálózatot tekintették át, és javították ki azokat a hibákat, amelyek már megértek arra, hogy kijavításra kerüljenek, illetve szereltek fel újabb konnektorokat, kapcsolókat ahhoz, hogy minél korszerűbben tudjuk itt a programjainkat, illetve könnyebben tudjuk itt a programjainkat megvalósítani. Majd ezt követően érkeztek meg hozzánk a festők, akik hát kb. Egy hét alatt végeztek ezzel a hatalmas nagy teremmel, mindenféle nehézséggel megküzdöttek, hiszen ez közel 8 méter belmagasságú teremről van szó, és hatalmas állványokat kellett behozniuk ebbe a nagy terembe ahhoz, hogy meg tudják valósítani a festési feladatokat, és most teljesen új színt kapott a termünk, hiszen előzőleg sárga volt a domináns szín, most pedig egy minimál bézst választottunk. A függönyöket hogy kell elképzelni? Szeretnénk, hogyha illetve a karnisaink, amelyeket megrendeltünk, azok színben illeszkedni fognak a terem színéhez, tehát bézs színű karnisokat fogunk erősített konzolokkal kapni, és a fényáteresztő függönyeink azok két részből fognak állni minden ablakon, hogy könnyebben tudjuk majd őket kezelni, hiszen 6 méter hosszú nagy függönyök fognak felkerülni ebbe a terembe, és a karnisok úgy lesznek kialakítva, hogy egy zsinór segítségével fogjuk tudni a függönyöket mozgatni majd az ablakokon. Kell-e speciális követelményeknek megfelelni a függönyöknek? A fényáteresztő függönynek nem, viszont a sötétítő függönyök, amelyeket majd szeretnénk szintén egy későbbi időpontban is bízom benne, hogy lesz majd rá valamilyen forrás felújítani, illetve kicserélni, azoknak igen meg kell felelni speciális előírásoknak, hiszen ezeknek tűzvédelmek szempontból megfelelőnek kell lenniük. Mikorra várható a befejezése ezeknek a munkálatoknak? Hát az elektromos hálózati karbantartás felújítás az már megtörtént, a festés is készen van, most már arra várunk, hogy megérkezzenek az új karnisok, illetve a függönyök, illetve várjuk az árajánlatot a színpad felújításához is, és amennyiben azt is megkapjuk, hamarosan bízunk benne, és a költségvetésünkből meg tudjuk támogatni, akkor annak is elkezdődik már a munkálat, ami nagyon szeretnénk, hogy egy két héten belül teljes mértékben felújítás alá kerülne ez a terem, és akkor már az új fényében tudnánk használni a különböző rendezvényekhez. Mennyire kellett igénybe venni különféle szakemberek segítségét? Ugye ez egy régi terem, régi stílusú, és hogy maradjon a stílusában, kellettek-e speciális szakemberek ehhez? Nagy speciális szakembereket nem kellett igénybe vennünk. Szerencsére elmondhatom, hogy mindenki, aki ide jött hozzánk, és azon munkálkodott, hogy ez a termünk megújuljon, és új formát, új külsőt kapjon, mindenki arra törekedett, hogy a régi impozáns kinézete megmaradjon ennek a teremnek. Milyen esemény fogja felavatni ezt a termet, lehet-e már tudni? Különböző rendezvényeket szervezzünk ide ebbe a nagy terembe, legközelebb a szalagavató ünnepség keretében fogunk itt megmutatkozni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen!